Egy érdekes bejelentés érkezett tegnap a MOL házatájáról. Úgy tűnik, hogy a horvát leányánál, az Innánál nem hívnak össze rendkívüli közgyűlést. Így tehát nem kerül rövidesen napirendre a 2 milliárd kunás extra osztalék híre sem. Emlékezzünk vissza, még novemberben jelentette be a MOL, hogy szeretné elérni, hogy ezt a 2 milliárd kunát kifizesse az INA. Ennek körülbelül fele a horvát kormány gazdagította volna, a másik fele, ami nagyjából 40 milliárd forintnak felel meg, pedig a MOL részvényeseinél csapódott volna le. Ez egy MOL részvényre vetítve nagyjából 400 forintos extra kifizetést jelentett volna. Ennek fényében nem meglepő, hogy kezdetben negatívan reagáltak erre a hírre a befektetők. Összességében viszont mindez azt sugallja, hogy békülés van napirenden a horvát kormány, illetve a MOL között, tehát a következő hetekben esetleg közeledhetnek az álláspontok az INA ügyének rendezése kapcsán. És hát ne feledjük el, azért meg lesz egy éves közgyűlés is, majd a tavasz folyamán, ahol egyébként szintén napirendre kerülhet majd ez a momentum. De összességében úgy tűnik, hogy enyhült a feszültség, és ezt nagyon pozitívan értékelték a befektetők. Ráadásul az olajárak emelkedése, hiszen 3 nap alatt több mint 20%-ot ugrott a fekete arany kurzusa, szintén pozitívan hatott a MOL, illetve a régiós olajrészvények árfolyamára.